Üdvözlöm nézőinket a Föld napján! Nézzük a mai napszemle fontosabb témáit, majd jönnek a részletek is. Elkészült a Gyergyószentmiklósi Gyermekek Háza udvarán a függő ágypark, hamarosan bárki használhatja majd. Az örmény genocidiumra emlékeztek vasárnap Gyergyószentmiklóson a templomkertben. Gyergyóalfaluban rendezték meg a 79. hagyományos kosárlabda barátságkupát. Kalákában készült el a Gyergyószentmiklósi Gyermekek Háza udvarán a Függő Ágypark. A rendszabályzatot már kihelyezték, így a pihenő alkalmatosságokat hamarosan nem csak azok használhatják, akik az intézmény szakköreire járnak, hanem bárki más is, aki ott szeretne lazítani, beszélgetni vagy olvasni. Gyerekek és felnőttek, egész családok kivették részüket a szombati kalákából a Gyergyószentmiklósi Gyermekek Háza udvarán. Mindenkinek jutott tennivaló, hiszen rendbe tették a zöldövezetet, közben készültek a függőágyak tartó elemei, de volt olyan is, aki süteményt, harapnivalót vitt az önkénteseknek. 2023-ban részt vettünk a Műhely Egyesület által meghirdetett Fuss neki adománygyűjtő programba, ami arról szól, hogy civil személyek adományoztak, és mi megálmodtunk a tanulókháza udvarára egy függőágyparkot. Ebbe a programban részt vett 11 önkéntes, és a 11 önkéntesünk, úgymond nagykövetünk, gyűjtött körülbelül 10-11 ezer lejt, és ennek most a gyümölcsét láthatjuk itt mögöttem. Elkészül a függőágypark, most a férfiak többségében azt véglegesítik. Itt mellettem és a tanulókháza épülete környékén az udvart a szülők, önkéntesek és szimpatizánsok rendbetették, ágakat meccettek, kerítést javítottak. Korábban az épület mellett 10 darab akácfa oszlopot rögzítettek a földbe, a mostani közösségi megmozduláson pedig lecsiszolták őket és több akasztót szereltek rájuk, így összesen 13 függőágyat tudnak majd egy időben kihelyezni. Úgy kell elképzelni a függőágyparkot, hogy bárki használhatja, viszont a függőágyak ott lesznek benne a tanulókházában, nem lesznek folyamatosan kint. Amikor én megérkezek a munkába, kitesszük, és lehet használni őket. Van egy rendszabály, amit ki fogunk függeszteni, már meg van szerkesztve, hogy mindenki figyeljen erre, mert hogy mint a tanulókházában, nagyon-nagyon igyekszünk arra nevelni a gyerekeket, hogy létezés partnerként tekintsenek a környezetre. Tehát nem egy aláfölé rendelt viszony, és nem kihasználjuk a természetet, hanem ugyanúgy, ha el is veszünk, adunk is neki. Tehát egy ilyen kölcsönösségen alapuljon. Ezt igyekszem én is átadni a gyerekeknek, és ebbe a millióbe nevelni őket. Szőcs Zsuzsa elmondta még, hogy reméli, az elkészült függőágypark is hosszú életű lesz, és bárki szívesen betér majd megpihenni, lazítani, beszélgetni, vagy akár olvasni. A szombati kalákán egyébként összességében mintegy 60 személy volt jelen. Egy konstancai férfi ellen büntető eljárás indult, miután alkoholt fogyasztott és botrányt okozott egy gyilkostói étteremben. A botrány azzal kezdődött, hogy a férfi nem volt hajlandó kifizetni az éttermi fogyasztását, távozni akart. Akkor riasztották a rendőrséget. A helyszínre érkező rendőrök próbálták rábeszélni a részeg vendéget a fizetésre, de úgy tűnt sikerrel. Nem sokkal később azonban felhívta a 112-es egységes segélyhívó számot, és arról panaszkodott, hogy két személy akadályozza őt a helység elhagyásában. Ráadásul azt is állította, hogy alkoholos befolyásoltság alatt áll, és nem tudja, hogy hol van. Majd beült a volán mögé, és elhajtott. A rendfenntartók üldözőbe vették, és nem sokkal később sikerült megállítaniuk, de mivel a férfi nem volt hajlandó kiszállni az autóból, a rendőröknek be kellett törniük a jármű oldalablakát. Amint kiszállt az autóból, a férfit megbilincselték, majd kórházba szállították, hogy vérmintát vegyenek tőle. A 20. század egyik történelmi büntettére, az örmény népirtásra emlékeztek Gyergyószentmiklóson. Az örmény közösség a Szentmise után a templomkertben emlékezett.
Idén is a vasárnapi szentmise után emlékezett meg a gyergyószentmiklósi örmény közösség az 1915. április 24-én Konstantinápolyban kezdődött örmény népirtásra. A tragikus esemény sorozatban az Oszmán Birodalom területén élő mintegy 1,5 millió örmény veszítette életét. A történteket és következményeit is felidézték az emlékezésen. Április 24-én van a 20. század első népirtásának emléknapja. Ezt őszentsége Ferenc pápa nevezte így 2015-ben tartott az örmény népirtás áldozataira emlékező egyházi szertartása. Ma 108 évvel az örmény nép történetének egyik legtragikusabb eseménye és az emberiség ellen elkövetett gyilkosság megtörténte után az örmény népirtást a világ 32 országa hivatalosan elismeri, legutóbb az Amerikai Egyesült Államok és Mexikó tette ezt meg. A teljes nemzetközi elismerés kérdése azonban továbbra is aktuális mindaddig, amíg az Oszmán Birodalomban megtörtént örmény népirtás elkövetőinek leszármazottjai állami szinten továbbra is tagadják azt, és a menekülteket abban a létfontosságú időben befogadó államok, köztük románai is egyelőre tartózkodnak ennek elismerésétől. A gyergyói örmény közösség a templomkertben lévő emléktáblánál hajtott fejet az örmény népirtás áldozatainak emlékére, és helyezte el a kegyelet koszorúit. Május 1-től munkaszüneti napoknak örülhetnek a közalkalmazottak. Május 1-e szerdára esik, és mivel az ortodox vallás szerint nagypéntek hivatalos szabadnap, a kormány úgy döntött, hogy munkaszüneti nap lesz a közalkalmazottak számára csütörtökön is. Május 6-a, a hétfő pedig az ortodox vallás szerinti húsvét másodnapja, szintén hivatalos munkaszüneti nap. Ebben az időszakban van a tavaszi vakáció is a közoktatásban. Fiatalok szerveztek fiataloknak motivációs workshopot. A Leaders for All Egyesület projektje keretében létrejött eseményen fiatalok vallottak sikereikről, munkájukról és szakemberek beszéltek önismeretről, pályaválasztásról, motivációról. Önismeret, motiváció, pályaválasztás és vállalkozás indítása. Ezek a témakörök szerepeltek a csíkszeredai középiskolások által szervezett motivációs workshopon, amelyre megtelt a Magtár Pince terme. A Leaders for All szervezet által középiskolások számára szervezett tréning záró eseményén fiatal vállalkozók és szakemberek osztották meg tapasztalataikat a hallgatósággal. Az előadókon elég sokat gondolkoztunk, vagy nem is gondolkoztunk, olyan sokat adottak voltak, akiket így inkább ismertünk meg, többet hallottunk róluk. Én a sportpszichológusra vagyok nagyon kíváncsi, mivel régebb nagyon sokat sportoltam, és kíváncsi vagyok, hogy milyen értékes gondolatokat tud átadni nekünk. Legtöbb felszólaló az önbizalomról és a motivációról beszélt, hiszen ezek nélkül sem a pályaválasztás nem járhat sikerrel, sem a sportkarrier. A social media miatt leginkább nincs annyira nagyon önbizalmunk, hogy tényleg mi se hittük el azt, hogy képesek vagyunk egy ilyent létrehozni. És nem csak a külsőségekről beszélünk az önbizalomnál, hanem a képességeinkről is, hogy mennyire vagyunk produktívak és határozottak. Leginkább a hiteles, személyes példák segíthetnek abban, hogy valaki jól válasszon egyetemet, szakmát, hangzott el az előadóktól. Nagy segítség lehet továbbá egy jó mentor irányítása is, úgy egy szakmában, mint egy kezdő vállalkozásban. Az emberek példaképéké váljanak, és utána tudnak példát mutatni a gyerekeknek. És én azt látom, hogy remélem nem kulisszatítok, hogyha elmondom, hogy ugye pár hónapot vett igénybe ez a rendezvénynek úgymond az előkészítése, és a gyerekek egy adott szervezés közepette mondták, Ziti, amikor végzünk a sulival, jöhetünk hozzá dolgozni. És ugye én vállalkozó vagyok, és cégvezető, és ez nekem egy akkora motiváció, hogy tudtam valamelyes példaként szolgálni. Az előadásokat követően a hallgatóság kérdéseire is válaszoltak az előadók. A nagy érdeklődés és a kérdés özön is azt jelzi, hogy a fiatalok keresik azokat a helyeket, ahol fejlődhetnek, és ahol válaszokat kaphatnak kérdéseikre. Az oktatási miniszter bejelentette, hogy olyan technikai megoldásokat találtak, amely lehetővé teszi, hogyha az országos szintfelmérő javításában eltérések mutatkoznak, a digitalizált értékelési platform jelezze a helyzetet a javító tanároknak, hogy azok visszatérhessenek rá és kijavíthassák a helyzetet.
Az egységesebb értékelés érdekében az írásbeli vizsgák minden napján az országos vizsgaértékelőivel tréningeket tartanak majd, az egyes vizsgákhoz tartozó speciális skálákat használva, mondta Ligia Deka oktatási miniszter. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb teret hódít. A ChatGPT megjelenésével egy olyan technológiát szabadítottak a világra, amelynek hatásait nem lehet előre meghatározni. 2024 szuperválasztási év lesz, és az európai parlamenti választás lehet az első jelentős verseny, amelyet negatívan befolyásolhat a mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligencia úgy lépett be az életünkbe, hogy hatásait lehetetlen megjósolni, különösen, hogy nem lehet megbízni a döntéseiben. A június 9-i európai parlamenti választásokat is jelentősen befolyásolhatja negatívan, hiszen képes hamis narratívákat széles körben terjeszteni. Szabó V. Péter szakértő szerint a mesterséges intelligencia eddig soha nem látott kihívások elé állítja a választókat. Az emberek értsék meg, hogy ez benne van a pakliba, ez egy létező technológia, és ugyanakkor pedig próbáljanak saját véleményt formálni, függetlenül attól, hogy mit látnak egy videóba, és ugyanakkor pedig nézzék meg a videó forrását. Én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból a hagyományos média fel kellene értékelődjön. Hozzátette, a közösségi médiában keringő videóknak az igazságértéke nem egyenlő a televízióban, rádióban, újságban megjelenő hírekével. Felhívta arra is a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia hasznos is, de ha nem megfelelő módon használják, akkor a káros hatásait nagyon nehéz kivédeni. Az utóbbi időben megjelentek különböző politikusokról deepfake videók, amin látszólag olyasmit cselekednek, ami negatívan befolyásolhatja meg ítélésüket. A legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy azok az erők vannak előnyben, amelyek eleve nem érdekeltek a tisztességes versenyben, hiszen sokkal egyszerűbb szenzációnak eladott hamis híreket gyártani, mint a valóságot bemutatni, hisz az utóbbi a legtöbb esetben unalmasnak tűnhet a könnyen befolyásolható választópolgár számára. A 79. alkalommal rendezték meg az elmúlt hétvégén a hagyományos kosárlabda barátságkupát a Gyergyó Alfalvi Veres iskola sportcsarnokában. A sok éves múlttal rendelkező sporteseményen ezúttal is 6 csapat vett részt, de pályára lépett egy-egy női együttes is. A 79. hagyományos kosárlabda barátságkupára gyűltek össze április 20-án és 21-én Gyergyó Alfaluban a Veres iskola sportcsarnokában. A sportesemény ünnepélyes megnyitóját szombaton délelőtt tartották, ahol a település polgármestere szólt a jelenlévőkhöz. Ez az esemény úgy módon úgy érzi, hogy védfőnök számít a helyi sport tekintetében, és büszke vagyok arra, hogy közösségi szolgálatoknál egy ilyen jelentős sportesemény. A közösség vezetése számára mindig prioritás volt a sport támogatása, amit úgy érzem, hogy ez a két évület, amit megvalósítottunk, maga is igazolt. És most, amikor első egy ilyen rendezvénynek, egy ilyen sport rendezvénynek a házigazdája, ennek a támogatásnak a jelentősége még inkább. Én szeretném megköszönni mind a maga, mind a közösség nevében, mind azoknak, akik részt vesznek ezen az eseményen, és hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a fordulóság sikeresen végbe menjen. Remélem, hogy mindez csupán egy lépés egy hosszú sorozatban, és hogy a jövőben számos hasonló. Az öreg fiú kosárlabda barátság kupát évről évre 6 székelyföldi csapat alkotja, nevezetesen Gyergyószent Miklós, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Szováta és Szászrégen. A sportesemény szombati napján az öreg fiúk mellett egy női mérkőzést is láthattak a nézők,
vasárnap pedig a döntőket tartották. Első helyen az udvarhelyi csapat végzett, második helyen zárt a régeni együttes, harmadikok a szentgyörgyiek lettek, negyedik helyezést ért el Csíkszereda, az ötödik és a hatodik helyért Szováta és Gyergyószentmiklós kellett volna játszodjon, azonban erre végül nem került sor. A győztes gárdai vándorkupát nyert, amelyet a következő tornáig őrizhet. Súlyos vereséget szenvedett Románia ifjúsági válogatottja a házigazda Lengyelországtól szombaton a Sosnowiecben zajló divízió 2 A-jelű korosztályos jégkorong világbajnokságon. A harmadik játéknapon Sille Tamás tanítványai, akik csupán az első harmadot tudták lezárni kapott gól nélkül, 7 gólos vereséget szenvedtek. A negyedik játéknapon Nagy-Britannia volt a romániai válogatott ellenfele, akitől 9-2-re kaptak ki. A VB zárónapján, április 23-án, kedden 13 órától Szerbia-Románia rangadót szerveznek. Most pedig nézzük röviden még egyszer a nap fontosabb témáit. Elkészült a Gyergyószentmiklósi Gyermekek Háza udvarán a függő ágypark, hamarosan bárki használhatja majd. Az örmény genocidiumra emlékeztek vasárnap Gyergyószentmiklóson a templomkertben. Gyergyó alfaluban rendezték meg a 79. hagyományos kosárlabda barátságkupát. Ez volt a hétfői napszemle, köszönöm a figyelmet. A holnap esti viszontlátásra. A napszemle bemondóját a Timus Butik öltözteti.